Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Handball Expert kézilabda oldal podcastje. És hát ha múlt héten azt mondtuk, hogy a kézilabda világ szolgáltatott számunkra témát, akkor ez most talán még hatványozottabban igaz. Itt is van velünk Buncsik László, Sellei Zoltán és új belépőként Eperjesi Tibor is. És azt gondolom, hogy nem is húznánk tovább az időt. Kezdjük a Győrrel, mert talán ez lesz a leggyorsabb. Ugye a Győri Audietó KC nagyon simán jutott tovább. Az első meccsen ugye 17 góllal verte a Bitikheim csapatát. Egy gyors reakciót kérek. Gondot okozhat a Final Four-ba jutás? Hát igazából ez jó kérdés, mert ez a Budućnost azért elég erősnek tűnt fázisaiban, de úgy gondolom, hogy Győr van olyan kvalitású, és hát én azt mondtam egyébként, hogy a Ferencváros olyan 2-3 játékos döntött el a továbbjutást, a Győr esetében ez van ilyen 10 játékos, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekem az előzítem, hogy kicsi meg fog izzadni a Győr, de igazából simán tovább fog jutni, legalábbis én így érzem. Én szintén egyetértek veled, Zoli, már nem mondhatnám azt, hogy ez a Bitikheim egy nehéz feladat elé állította a Győrt. De hát meglátjuk, hogy a Budućnost ellen mit tudnak kezdeni. Szerintem az elmúlt két hétvégéből látszott azért, hogy ez a Budućnost fel tudja magát szívni. Tehát tud, ha akar. Meglátjuk. Nem lesz egyszerű, de megcsinálják szerintem. Én úgy gondolom viszont, hogy már ennek a körnek sem lett volna szabad megtörténnie egy normál világban. Ugye a Bitikheim kiesik a csoportjából, a Győr pedig szünnapos lett volna ebben a körben, de hát ugye nyilvánvalóan az elmaradt meccsek miatt ezt a fordulót le kellett játszania. Én azt gondolom, hogy a Győr, hogyha hozza a formáját, akkor nem jelenthet neki a Budućnost a következő körben problémát. Igen, az más kérdés, hogy sportértéke nem sok volt igazából, mert szerintem ha egymásra játszottak volna edzőmérkőzés, annak is több értelme lett volna. Ez maximum a Bitikheimnak volt egy jó, hogy játszottak két, ha nem is komoly meccset, de két mérkőzés egy nagyon komoly ellenfél ellen, de sportértéke szerintem sem nagyon volt. De ez is megint egy más kérdés egyébként. Ők játszottak most két mérkőzést, aztán jön a Budućnost, aztán meglátjuk, igen. Hát szerintem két szorosabb mérkőzés lesz, de sima Győr továbbjutást gondolok én legalábbis. És akkor, ha már Budućnost, szerintem tovább is léphetünk a mai adás fő témájára. Ugye a Ferencváros nem jutott a legjobb 8 közé a Bajnokok Ligájában. Ugye ez az elmúlt években először fordul elő a csapattal, bár ugye hozzá kell tenni, hogy az előző években nem játszottak 8-at döntőt, és ugye a Fradi mindig a 8 között esett ki, tehát nem jött össze a Final Four-ba jutás. Ez most is nehéz lett volna, de azt gondolom, hogy mindannyian jogosan várhattuk, hogy ez a kör még meglegyen Elek Gábor csapatának. Mik voltak az első reakciók a meccsek után? Az én reakcióm az volt, hogy nem tudom, publikus-e, hogy basszus. Szóval ez a mérkőzés, ez sima meg lehetett volna egyébként. Nem titok, hogy már az első mérkőzésen is szerintem nyerhetett volna a Ferencváros. Egy kis szerencsével, egy kis koncentrációval. Az nem titok, az első fél idő után én, ha nem is temettem, de azt mondtam, hogy ez a továbbjutás eldőlt, és aztán még az 57. percben még volt lehetőség, és aztán csak nem sikerült, és emiatt azért elég nem az aggodalmas, de elég csalódott voltam legalábbis én, mert az előzetes latolgatások alapján szerintem a Ferencvárosnak, ha nem is simán, de tovább kell majd jutnia. Ezt én továbbra is vallom, mert jobb játékosokból áll, mint a Budućnost, de ez most is kiderült, hogy sok jó játékos még nem csapat, és igazából a mentális háttér, a pszichológiai háttér az mennyire jelentős egy ilyen éles, kiélezett helyzetben, és ez most sajnos sokat szóra, legalábbis az én tapasztalatom az, vagy az én látottam alapján, hogy ez sokszor, többször előfordul magyar csapattal, hogy egy erősebb mentalitású ellenfél szemben alul marad. És ez az én aggodalmam igazából az olimpiai selejtezőn is, hogy ott van a szerb válogatott, amely normális esetben vért iszik, most valószínűleg még igazából ez fokozottan igaz lesz, úgyhogy ezt kell valahogy, nem tudom hogy, de megoldani, hogy a jobb játékosokból álló csapat, az csapatként és mentálisan is tovább tudjon jutni. Ez abszolút nehéz, és ez most nem jött össze, és ebből
hiába mondjuk, hogy tanulni kell, persze tanulni kell, de minden évben tanulunk, és aztán a Fradi továbbra sincs ott a Final Four-ban, pedig ha most se jelet, szerintem van ott egyébként, mert a Győr azért jelentősen erősebb csapat. Ezt az egymás elén mérkőzés is bemutatta, de az, hogy ilyen hamar kiesnek, azzal szerintem nem sokan számítottak, és nem is kellett volna így történnie. Én azt gondolom, hogy jelenleg... Azt gondolom jelenleg, hogy az első körben már játszott a Fradi egy rossz meccset. Az előjelek nem voltak a kinti meccs előtt rosszak. Ott egy rosszabb arcát mutatta a csapat. Itt pedig az első fél idő második felében láttam azt, hogy egész egyszerűen nem tudták kontrollálni a mérkőzést, és egész egyszerűen a Budućnost látszott rajtuk. Azért ott volt az első fél időben egy olyan kapus teljesítmény a Podgoricánál, amit azért azt mondom, egy kalaphajtás illeti. Nem tudom, nézett valaki statisztikát, hogy milyen százalékkal sikerült ott a védést? 50% körül volt az első fél időben a Renhát végig. Igen, a 48 körül, ha én is úgy emlékszem talán. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ferencvárosi részről nem volt meg a koncentráció, mert nyilvánvalóan, amikor egy ilyen kapus teljesítményen találkozunk, azért ez nagyon döntő részt a lövéseknek a minőségét is mutatja. A másik, amit én láttam még a mérkőzésen, a beállós körüli védekezésnek a hiányosságait mutatta meg, a hármas védőknek a helyzetét. Én nem látom annyira biztatónak most a Ferencvárosnál. Jó is, hogy említed el. Én ebben visszatartkoznék veled, mert azért a hármas védőknél ugye két lányról beszélünk. Nyilván az egyik az magyar válogatott. Nála a védekezés az úgymond nem nagyon volt éppen a toppon, pedig ha jól tippelek, akkor mindenki azt mondja, hogy egy védőspecialistáról beszélünk. De amúgy meg visszatérve csatlakoznék a Zolihoz, tehát nem volt egy meggyőző, sem az első fél idő, de ezt ugyanazt mondhatjuk a kinti mérkőzés első fél idejére is szerintem. Tehát ez vagy bent ragadtak az öltözőbe, vagy bent aludtak. A másodikba kezdtek úgymond magukhoz térni. Nyilván ott kezdett összeállni a védekezés is, meg azért koncentrációban is. Én mondjuk az edzői hozzászólásokban találok egy kis hibát még pluszba. Nem cseréltünk véletlenül későn kapust? Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy olvasva a hozzászólásokat. Én úgy gondolom, hogy Januri Kinga, Bíró Blanka távolétében nagyon jól látta a helyet. Én azt gondolom hibának, attól függetlenül, hogy jól véd egyébként, hogy a Bíró Blanka kezdett az első mérkőzésen. Szerintem nem kellett volna kezdenie, mert a Januri Kinga rászolgálta, hogy ő kezdjen, de ugyanakkor a Bíró Blanka jól teljesített, szóval igazából az, hogy ő kezdett ezen a mérkőzésen, szerintem nem volt akkora hiba. Az más kérdés, hogy lehet, hogy előbb kellett volna kapucsi, azt hiszem 10/0-át hozott, nem akarok hülyeséget beszélni, de valami 10/0 körüli statisztikája volt, ez nyilvánvalóan a védekezéssel is összefügg, tehát nem csak a Bíró Blanka hibája, de azért azt látni kellett, hogy Januri Kinga hozzáállása és a bravúra érzét kellett ahhoz, hogy a másik fél időre azért legyen esélye a Ferencvárosnak, annak ellenére, hogy már több gólos összesítve, meg aztán még több gólos hátrányban volt, úgyhogy de kellett volna egyébként nyilvánvalóan, de persze ez azért bonyolultabb annál, szerintem, hogy persze kellett volna, megpróbálták, mert mégiscsak a egyik legjobb kapusról beszélünk, a Bíró Blanka esetében, vártak, hát ha elkapja a fonalat, nem kapta el, jött a Januri Kinga, ő pedig elkapta, úgyhogy ilyen szempontból ez jó dolog. Persze, utólag, de ha meg elkezd védeni a Bíró Blanka, akkor meg azt mondják, na, akkor most minek cseréltünk kapust. Szóval ez ilyen szempontból nehéz kérdés, de én is azt mondom, hogy így látva a mérkőzés, és utólag persze könnyű okosnak is lenni, de igen, kellett volna kapust cserélni korábban. Ennyit a témáról szerintem, de ez én részemről. Jó is, hogy említitek a meccselést, meg az edzői hozzászólásokat. Ti mit gondoltok erről a távirányított csapatirányításról? Tehát ugye nyilvánvalóan Elek Gábor a vezetőedző, nem lehetett itt, de azért Mihály Attila volt NB1-es tréner, tehát azt gondolom, hogy talán egy kicsit nagyobb szabadságot is kaphatott volna, mert ugye folyamatosan azt láttuk legalábbis kívülről, hogy ugye a fülhallgatót figyelés várja, hogy milyen utasítás érkezik, tehát hogy szerintetek kaphatott volna ő egy kicsit nagyobb szabadságot?
biztos, hogy kaphatott volna, csak Isten igazából. Ugye ő egy hete van a csapattal, nagyon nem tudott beleszólni, úgymond a munkába, mert ahogy ezt többen is mondták, Isten igazából az Erek irányította otthonról az edzéseket, vagy állította össze az edzéstervet is. Tehát így azért nehéz, meg gondolom őt csak ilyen idézőjeles beugrásra kényszerítették. Hát még kész, még kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása. De szerintem igen, ez itt még nem lett lefutva. Bocsi, tehát, hogy én itt konkrétan a meccselésre gondolok, tehát effektíve a cserélésre, az időkérésekre, mert hogy a cserék azok valami borzasztó ütemben érkeztek, tehát gyakorlatilag végig arról volt szó, hogy akit felhozott, ami helyett Attila, az hibával kezdett, és az éppen jó periódusban lévő játékosok jöttek le, például a Stoll leszekeres csere, az mindkét fél időben nagyon rossz ütemben jött, ez így konkrétan megmaradt. Én mondjuk azt mondanám, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon elhibázott döntés, hogy kívülről tévén keresztül irányít valaki egy mérkőzést, mert nincs benne a meccsben, nincs az adott szituációban, lehet, hogy a tévén keresztül másképp látja, mint az adott esetben ott a helyszínen. De javíts ki, Zoli, hogyha tévedek. Ebben egyetértek egyébként, amit mondasz, de azt tudni kell, hogy nyilvánvalóan ez egy nagy bizalmi kérdés, ugye a Mihály Attila, hiába mondta Ferencváros, hogy nem foglalkozott a lányokkal, de azt tudni kell, hogy nyilván az edzéseken és a mérkőzéseken is begyakorolt mechanizmusok alapján működik egy csapat. Normális esetben ugye mindenki tudja, hogy na most akkor, ha ez történik, akkor kicserél kivel, és a többi, és a többi. Itt most ebben az esetben ugye főleg bizalmi kérdés volt szerintem, mert nyilvánvalóan a játékosok inkább az Ele Gáborra akartak, vagy tudtak koncentrálni, vagy figyelni, hiszen ő foglalkozik velük most már évek óta. Az viszont nyilvánvaló szerintem, hogy egy teljes távirányítású csapat nincs. Tehát olyan nincs, hogy legalábbis úgy tűnt számomra, hogy mintha úgy tűnt volna, mintha az Ele Gábor otthonról egy távirányító irányította volna a Mihály Attilát és a csapatot. Ez sose előnyös, és sose lehet, hiszen, ahogy mondtad, egyébként a tévé képernyő előtt nehezebb, nem is lehet mérkőzés, főleg nem meccselni, hiszen lehet, hogy az adott, nem véletlenül van ott az edző az oldalvonal mellett, aki jobban látja a dolgokat, és igazából jobban kommunikál a csapattal, hiszen ő van ott, ő van ezekkel kapcsolatban, képben, és főleg, ugye, hogy az Ele Gábor hiába irányította, lehet, hogy, és ez mondhatok is, hogy rossz döntést, szerintem ez a Szekeres Stoller abszolút rossz döntés volt, hiszen a kapott gólok számában és a beállós elleni játék, beállások elleni játékánál is felvetődött ez a kérdés. Ugyanakkor például azt sem értem, hogy az utolsó 5 percben miért cseréltük le Kovács Anettet, amikor szerintem szuperül megoldott a helyzetet, és már ezt nem volt sajnos abban a formában, amivel kellett volna, hogy ez a mérkőzés úgy alakuljon, hogy szerettük volna. Pedig hát a Angela szerintem olyan szezonigazolása a Fradinál, legalábbis eddig az idegen légiósok közül talán az ő szereplése volt legkevésbé megosztó a szurkolók között. Most pedig ugye az ő döntő szituációban levő kiagyott zicsere okozhat talán az, hogy nem tudtunk meccs nullába kerülni a végén. Igen, hát én azt, igen, pontosan látszott egyébként a mérkőzésen, hogy ne, ez nem egy normális mérkőzés volt, főleg stresszek jelenlétében, hiszen aztán pont kettős ember előny volt, amikor a Malestine talán nullszögből elvált a mérkőzés, vagy egy lövést, amit nem ment be, hát ilyet egyszerűen semmilyen szinten lehet megtenni egyébként, de, és ahhoz is vezethető egyébként, vagy arra vezethető vissza, hogy nem volt a csapat nyilvánvalóan, Ele Gáborra lehet, hogy más lett volna, hiszen ő azért direkt tud a lányokra hatni, de ez nem volt meg benne, hiszen nem volt ott. És bár biztos vagy benne, hogy az ő, a cserékről is ő döntött, legalábbis nem tudhatjuk biztosan, de én ezt így gondolom. Inkább csak egyfajta tanácsadó szerepre kellett volna hagyatkozni, legalábbis szerintem, és meghagyni Mihály Attilának a döntést, hogy ő befolyásolja a mérkőzést, ahogy ő szeretné, és mert biztos vagy benne, hogy ő is rengeteg mérkőzést látott, az összes lánymérkőzést szerintem figyelemmel kísérte, ezáltal azért képben volt, nyilvánvalóan test közelből teljesen más egy BL mérkőzésen, egy ilyen éles BL mérkőzésen meccselni, de úgy gondolom, hogy talán több szabadságot lehetett volna neki adni. Attól függetlenül, hogy nem tudjuk, hogy igazából mennyi szabadságot is kapott, tehát nem tudjuk az előzetes megbeszélések alapján ez hogy történt. Én azt gondolom, meg úgy tűnt, hogy az Ele Gábor irányított mindent, és a Mihály Attila
ilyen motivátor volt inkább csak, meg hát ugye technikailag végrehajtotta a cseréket, időt kért, és ilyesmi. Maradjunk még szerintem. Jó, mondjuk, de erre viszont ellentétet mond, hogy ugye azt mondjuk, hogy mérkőzést nem lehet irányítani távolról, amivel én is teljes mértékben egyetértek. Viszont, mint tanácsadó, nagyon sok szerepet tudott volna játszani egy edző. Most tök mindegy, hogyha az elekről beszélünk, vagy bárkiről. Hisz van olyan sport, ahol ez már bevett szokás, hogy valaki tévén keresztül nézi, és onnan telefonon adja a tippeket, mint például az amerikai profi fociról beszélünk. De hát nem kell messzire menni. Bevett szokás már. Bocsi, a svéd férfi válogatottnál is lehetett látni, hogy a vezetőedző AirPods-szal a fülében meccsel, és hallgatja az információkat. Ez más, amiről beszélünk szerintem, mert itt nem arról volt szó, hogy valakinek a tanácsára, a tippére, vagy nem lehetne esetleg ötegyet védekezni, hatos falat, nem így cserélni, úgy cserélni, amit egy konkrét utasítások jöttek szerintem. Tehát nem az volt, hogy valaki azt mondta, hogy na figyelj, nem lehetne megpróbálni ezt, vagy azt látja, hogy a 2-3-as között lehetne betörni, mert ezt mondhatja a videóelemző program, vagy ilyesmi. Itt egyszerűen én úgy vettem észre, hogy abszolút uralma alá vette a távirányítása a mérkőzést. De lehet, hogy tévedek, akkor elnézést. Tehát félt az elegábbot is mellett látod, de így tűnt legalábbis a képenyőn keresztül. Én pont ezt mondtam, hogy tehát effektíve, hogyha egy tanácsadó, mondjuk azt, hogy idézőjelesben egy tanácsadói szerepkörben még talán többet tudott volna segíteni, mint így, ahogy volt jelen pillanatban. Ez mondjuk csak az én egyéni meglátásom, tehát én Mihály Attilának nagyobb szabad kezet adtam volna erre a mérkőzésre, attól függetlenül ugye, hogy nem ő foglalkozik a lányokkal. Igen, hát ez jó kérdés, hogy milyen kommunikáció volt a játékosok felé, ők biztosan ezt megoldották, vagy biztos egyértelmű volt, hogy akkor a lányok is tudták, hogy miről van szó, ezt mi nem látjuk, valószínűleg nem is fogjuk megtudni teljes mértékben, de az tény, hogy a látottak alapján ez nem nyújtott le szerintem, és a cserék alapján is azt kell mondjam, hogy nem volt túl szerencsés az időpont és az utasítás. Legalábbis én így gondolom. Maradhatunk szerintem ezen a vonalon. Így egyszerűen bedobom a bombát. Szerintetek van edzőkérdés a Fradinál? Kezdem én. Akkor én mindig elmondom, hogy ez Elek Gábor szerintem egy kiváló edző, és ezt mindig elmondom, amikor én edző továbbképzésen voltam, én mindig sokat tanultam tőle, de én egy picit úgy gondolom, hogy talán nem is azt mondom, belekényelmesedett, hanem nem újította meg annyira magát, hogy ez a játékosokra nézve is pozitív legyen. Én természetesen elképesztő dolog, amit csinál, mert most már meg sem tudom számolni, hány éve ott van, de én már évelején is azt mondtam, sőt tavaly is azt mondtam, hogy egy vérfrissítés szerintem nem ártana ilyen szempontból a Ferencvárosnak. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy kérdés van. A Final Four-t így se úgy se érték volna el szerintem a Győr ellen. A bajnoki ezüst az most meg lesz valószínűleg, szóval igazából kupában nem tudom, hogy állnak, megmondom őszintén, szerintem ott is még később fogja becsatlakozni. Ott is valószínűleg a Győr mögött, ha nem a Győrre játszik az elődöntőt, akkor a Győr mögött a mások lesznek, ha csak nem teljesítnek átlagon felül, és a Győr pedig nem hozzá 100%-ot. Tehát igazából az eredményeket ugyanígy hozza, de a játék képe alapján azt mondom, hogy én ugyanazokat látom, ugyanazokat a lefutások, ugyanazt a lerohanás, ugyanazokat a védekezési alapdolgokat, amiket már évek óta látunk. Ugye szoktunk beszélgetni, ez nem titok, hogy szerintem Magyarország egyetlen ország a világon, amely teljes mértékben ignorálja a 7-6 elleni játékot, és az első mérkőzés, amikor a Budusna szerint senki nem tudott átmenni a falon, akkor talán ezt meg lehetne próbálni, hiszen az összes létező modern kézlabdát játszó csapat, akár a világbajnokságon, akár válogatott szinten, akár BL-ben megpróbálják, Bundesligáról nem is beszélve, és ez valahogy a magyar edzők repertoárjában nincs benne, és most az összes magyar edzőt mondanám, ami egyébként nekem nagyon fura, és ebben a tekintetben is lehetne előrébb lépni, és modernizálni szerintem. De ahogy edző kérdés lenne, ez jó kérdés, ugye most vasárnap van, még nem tudjuk, milyen hatása van ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudni kell, hogy nyilvánvalóan az attól függetlenül, hogy milyen helyet ült a kispadon, nem ő
nem az ő felelőssége ez a kiesés, hanem az egész csapaté és a vezetőségé is egyben, illetve a vezetőedző. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen események fognak érkezni. Ugye fontos kérdés, hiszen ugye a magyar válogatott hamarosan, igazából 6 napon belül, 5 napon belül elkezdi a selejtezőt, igazából már szerintem mától arra készülnek, ha minden igaz, és a játékosok nagy részét ugye Elek Gábor és a Ferencváros adja, hogy ők milyen formában érkeznek, illetve milyen nyomot hagynak ezek a mérkőzések, vagy ez a két párat, azért az elég fontos lesz a jövő szempontjából. Mondom, én biztos vagyok benne, hogy a szerb válogatottnál a magyar csapat, vagy a magyar játékosok jobbak, de csapatként én aggódom egy picit, hiszen ott a mentális tényezők nagyon fontosak. Hú, sokat beszéltem. Amit én azt gondolok, hogy szerintem szembeszökő, hogy jelenleg a magyar válogatott magját alkotó játékosok sportformája, az messze-messze az elvárható alatt van. És egy jó mentalitással, jó formában, jó játékkapcsolatokkal a szerb válogatottat meg kellene tudni verni. Nyilvánvalóan az a mérkőzés lesz az egész selejtező torna alfája és omegája, de kimondottan aggasztó egyes játékosoknak jelen pillanatban a formája, és nem is vagyok abba biztos, hogy ez a maradék 6 nap alatt ez helyre fog tudni állni. Hát ez érdekes kérdés. Tényleg elég sok mindent felvált, főleg úgy, hogyha nézzük, hogy erre azért a Fradi adja talán az egyik legtöbb játékos a válogatottba, és ez a tegnapi teljesítmény engem nem győzött meg arról, hogy előrébb leszünk vele. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, azért itt még attól is függ, hogy a Gábor mikor fog visszatérni, vagy hogy hogy tér vissza. Tud a negatív tesztet produkálni, vagy ki lesz most a szövetségi kapitány, mert azért még ez sem biztos. Ugye Gábor le tud ülni a padra. Még hát a játékosok között is azért még eléggé sok a kérdőjel. Érdekes, hogy mondta, egyébként nem megbántva, de talán ez tudni való, hogy a nő játékosok teljesítmény görbéje az eléggé váltakozó, ezt tudni kell. Szóval attól függetlenül, hogy most a női válogatott játékosok egyike másik a teljesen rossz formában volt, az nem azt jelenti, hogy a következő héten ne legyen csúcsformában, egyébként ez nagyon érdekes. Viszont azok a játékosok, akik most csúcsformában voltak, lehet, hogy a következő héten lesznek rossz formában, ezt nagyon nehéz megtippelni. Ugye az más kérdés, hogy ugye, amit említettél is, hogy Elek Gábor mi lesz. Én úgy gondolom, hogy mivel a válogatottal eddig is ők foglalkoztak, így akkora érvágás nem lesz, hogyha esetleg az Elek Gábor helyett a Danyi Gábor lesz csapott az olimpiai selejtezőn. Szerintem taktikában vagy alapjában nem fog változni semmi, legalábbis én így gondolom. Biztos vagyok benne, hogy mivel két külön edzőről beszélünk, nem mindenben egyezik a véleményük, ez így természetes, de alapjában szerintem teljes mértékben egyetértenek, hiszen ugye nem hiába jó barátok is egyébként, úgyhogy ha az Elek Gábor nem tud negatív tesztet produkálni, illetve én azt gondolom, hogyha nem tud negatív tesztet produkálni, illetve a mérkőzésekre, a selejtezőre nem ő készíti fel a csapatot, akkor szerintem ne üljön a kispadon, hanem akkor szerintem a hierarchiát meg kellene cserélni olyan szempontból, hogy akkor Danyi Gábor szava döntsön, hiszen ő készíti fel a lányokat, és Elek Gábor pedig, ha headsete, ha nem headseten, vagy online, vagy akár ott lehet a kispadon is valószínűleg szerintem, akkor ő legyen inkább a másodedző, vagy inkább az asszisztens, vagy nem tudom, hogy fogalmazzuk ezt meg. Szóval akkor én úgy gondolom, hogy a hierarchiát meg lehetne fordítani, és aznak az edzőnek kell ott ülni, aki a válogatottat felkészít a selejtezőre. Jó is, hogy átterveztetek a válogatottra, mert fel akartam még tenni egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek miért van az, hogy most már tendenciózusan nem tud a magyar női kézilabda válogatott, és ugye a Ferencváros, hiszen azért nagyon szoros összefüggés van a két csapat között 5-1-es védekezés ellen játszani. Tehát most ugye ezt láttuk az EB-n a horvátok ellen, most ezt láttuk ezen a két mérkőzésen pedig. Ha csak hangosan gondolkodunk, mondjuk Kovacsics Anikó, vagy Kluiber Katrin, vagy Háfronai, mi alkalmasnak tűnnek az 5-1 elleni játékra, és mégis azt látjuk, hogy ezzel most már tendenciózusan probléma van.
Érdekes kérdés egyébként, bocsi, Tibi, érdekes kérdés szerintem, mert ez már többször is elhangzott, meg szakértők is elmondták, hogy a magyar válogatottnak az 5-1-es védekezés, az, annak feküdnie kéne elméletileg, hiszen jól cselező játékosaink vannak, akik inkább nem a távoli zónából veszélyesek, olyan játékosból most kevesebb van, inkább 1-1-ben és inkább dinamikusságban jó játékosaink vannak. Az 5-1-nek elméletileg feküdnie kéne, ugye erre ez tényleg nem kell nagy tudomány egyébként, hogy milyen játékelemek szükségesek egy 5-1-nek a szétszedéséhez, vagy 3-2-nek, tehát a nyitott védekezésre megvannak azok az alaptaktikai játékelemek, amiket használni szoktak, itt sem kellene nagyon túlgondolni, és itt vezetném vissza az egészet, hogy valószínűleg azért, mert itt inkább mentálisan vannak, hát nem is problémák, de mentálisan gyengébb a válogatott, vagy válogatott játékosok, hiszen azokat, amiket ők tudnak, mert biztos, hogy egy-egybe tudnak menni, de mégsem merik megcsinálni, és így jön össze az, hogy rengeteget hibáznak, és úgy tűnik, hogy nem tudnak támadni 5-1 ellen, vagy 5-3-2 egy ellen, pedig amúgy tudnak, mert biztos, hogy benne, hogyha megkérdezzük akármelyik játékos, hogy na mit kellett volna csinálnod, vagy mi a megoldása egy nyitott védekezésen, akkor tudják a választ, az más kérdés, hogy miért nem tudják megvalósítani azt, amit elvárnak tőlük, vagy ami elvárható lenne tőlük. Talán még esetleg Martin kérdésre lehet válasz az, hogy a beállós játék, ami ugyanúgy az 5-1-nek a fontos eleme, legalábbis az 5-1 elleni játéknak a fontos eleme, hogy talán ott taktikailag nem vagyunk megfelelően felkészítve, de én nem nagyon vagyok szakmabeli, ez csak egy kívülről talán látványosan rosszul működő pont a magyar csapatok esetében, most főleg igazából a Fradira és a válogatottra gondolok. Ebbe abszolút igazat adok egyébként az első mérkőzésen, aztán nem is lőttünk talán gólt beállóból, de nem vagyok benne biztos, de valami nagyon keveset. És ugye már beszéltünk róla korábban is, hogy a magyar válogatott egyik hiányposztja sajnos a beálló poszt, mert vannak nagyon aranyos és szimpatikus játékosok ott, de egyik sem klasszis még, már fiatalok is van lehetőség fejlődni, de ez egy abszolút hiánypont, és nyilván egy jó beállóval, egy nyitott védekezés ellen azért lehetne jobbat alkotni, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor a beálló játékosokra meg lehet találni azokat a résztaktikai feladatokat, amelyekkel tudják segíteni a úgymond kint lévő játékosokat, zárásokkal, mozgással. Ezeket meg kell találni mindenféleképpen, hogy eredményesek tudjunk lenni, mert valószínűleg ez lesz a kulcsa a szerbek elleni mérkőzésnek is, és hát nem csak egy csapat védekezik nyitottat, azért jó, hogyha van megfelelő válasz a minden egyes csapatnak, illetve edzőnek, és itt jönne szintén szóba a 7-6 elleni játék, hiszen hogyha az 5-1-et védekezik egy csapat, és beküldünk még egy beállót, akkor majdnem, hogy szinte taktikailag nem jó ötlet, vagy nem jó megoldás, ha 5-1-en maradnak, akkor vissza kell mennünk elmétek 6-os falra, és akkor már is egy adóász van a kezünkben, de ezt valószínűleg nem fogjuk meglépni az említett okok miatt. Ugye, az az érdekes, hogy is... Nekem Isten igazából... Mondjad. Bocs, Martin, nekem Isten igazából az a problémám, hogy ez már sokszor bebizonyosodott, ahogy mondtátok is, hogy a válogatott nem tud az 5-1 ellen játszani, sőt, valljuk be őszintén a nyitott védekezés ellen, tehát annak bármilyen formája ellen, és ez a Fradira is igaz, a válogatottra is igaz. Egyszerűen leragadunk olyan taktikai elemeknél, amik 6-os falra jók. Tehát nem próbáljuk, vagy nem, de én nem tudom, nem látok bele egy napi munkába, hogy mit csinálnak, de ilyen szempontból lehet, hogy jobban rá kéne feszülni, mint a 7-6-ra, mint a nyitott védekezés elleni játékra, de az a baj, hogy ezt Magyarországon még bajnokságban sem nagyon tudják, mivel bajnokságban sem nagyon játszák. Inkább mindenki ezt a 6-os falat, vagy egy kicsit megnyitja a védekezését, de nem úgy, mint ahogy nemzetközi szinten. Igen, a biztonsági faktor... látom inkább a magyar edzőknek, vagy a magyar
mentalitásnak, hogy biztos hatosval, az a biztos, az a ne nagyon változtassunk. Gondolj bele, hogy hány csapatunk védekezik nyitottat, nem sok, hány férfi, ott se sok, még azért tudni kell, hogy azért bizonyos utánpótlás bajnokságokban, illetve bizonyos szintig azért nyitottat kell védekezni, pontosan azért, hogy a játékosok megszokják az egy-egyen játékot, illetve nyilvánvalóan ellenszer találnak a nyitott védekezés ellen. Azért nyilvánvalóan az individuális készségek fejlődnek, tehát ennek ott kell lennie egyébként a mostani játékosoknál is, de ez valahogy mégis úgy jön le, hogy így van elkönyvvel, hogy a magyar csapatok nem tudnak támadni 5-1 ellen, és az a baj, hogy ezt nyilván az ellenfelek is tudják, hogy nem tudunk támadni, és nyilván van, akinek van egy jó 5-1-es védekezés, az azonnal előveszi, és megnehezíti a dolgunkat, és ez most is így lesz valószínűleg, úgyhogy ott nem szabad abba hibába esni, egy-két hiba után a fejünket lógatjuk, illetve nem szabad hibázni se igazából, mert egy mérkőzésen aztán tényleg minden eldőlhet, és minden el is fog dőlni valószínűleg. Ugye az a, hát nem is érdekes, de sokat mondó, hogy ti is tétről beszéltek, hogy a tét miatt hibázunk bele az 5-1 elleni játékba. Na de most a jövő hét szombati szermeccsnél nagyobb téttel mikor találkoztak a játékosok? Tehát ha kisebb tétnél lesz probléma, akkor majd ott nem lesz? De, valószínűleg igen, de ezt a szakvezetőink is tudják valószínűleg, akár a Danyi Gábor, akár az Elek Gábor, illetve a csapat is tudja. Nyilvánvalóan van most egy hét felkészülni. Nem tudom, mi az edzési ritmusuk, de valószínűleg legalábbis így napi két edzésre fognak készülni. Igazából a nagy részét ezt le kell tisztázni, hogy mit kell játszani egy 5-1 ellen, milyen játékelemeket kell használni 5-1 ellen, mit tilos csinálni 5-1 ellen, a visszarendeződést gyakorolni, szóval egy hetük van teljes mértékben szinte csak erre a mérkőzésre felkészülni, hogy ezt meg tudják oldani. Úgyhogy ennél nagyobb tét az utóbbi időben nem volt, nem is lesz szerintem, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés, hogy ezzel hogy birkóznak meg a játékosok, főleg a magyar közélemény miatt, hiszen mindenki elvárja, hogy kijussunk az olimpiára, és végre a magyar csapatnak drukkolhassunk, és a magyar szurkolók azért nem hiszem, hogy megbocsátanák ezt nagyon a lányoknak, főleg a vezetőknek, hogyha nem sikerülne. Úgy, hogy szintén úgy gondolom, hogy a másik legerősebb csapat a csoportban az a magyar válogatott az orosz után, úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy meg tudják oldani, mert ez a kulcs az egésznek. Ezt nyilván ők is tudják, úgyhogy remélhetőleg így gyakorolnak a héten az elkövetkező időben. Én mondjuk azt azért merész kijelentésnek tenném, hogy a magyar csapat a második legerősebb az orosz után. Azért az a szerb válogatott sem egy gyenge összeállításba érkezik, akárhogy nézzük. Tehát kvalitásaiban azért az is egy jó válogatott. Visszatérve, ahogy mondod is a közvélemény, ugye itt az a baj, hogy Magyarországon elkönyveltük azt, hogy nekünk egy nagyon jó bajnokságunk van, és innentől kezdve kudarcként éljük meg az egészet, hogyha nem jutunk ki valahova. És ez ugye a lányokra nyomja rá, mert azért a közvélemény egy Győr BL győzelméből indul ki, vagy egy anno, egy Dunafer, egy Fradi EHF kupa győzelemből, vagy egy Siófokból, és ugye ahhoz hasonlítjuk a válogatott, de hát tudjuk azért, hogy nem csak a válogatott játékosok nyerték ezeket a trófákat, sőt, nagy többségében azért elég sok az idegen légiósunk. Viszont ez már a mi hibánk is, mint akik úgymond beszámolunk a mérkőzésekről, hogy ez most sajnos így sikerült. Női témakörben valami felvetése még? De így van, bocsánat, én most közben próbálom megnézni, hogy de közben beszéljetek, hogy mik az otcok egyébként, vagy hogyan látják fogadóirodák a magyar szerb mérkőzést, amit nem találtam meg, úgyhogy ezt keresem éppen. Úgyhogy beszéljetek nyugodtan. Akkor Tibor, te vagy. Ebben a kérdésben még annyit kellene bele mindenképpen megegyezni, hogy ez a 6 nap, ami most még van eddig, és ez a nagy tét, főleg egyébként azért van nagyon a lányokon rajta, mert a közvélemény óriási elvárásokkal bír feléjük.
Szerintem lehet, hogy egy jó stratégia lett volna már korábban egy picit ezeket az elvárásokat lejjebb tenni, és talán egy sokkal felszabadultabb, és talán nem remegős mérkőzésekkel mondjuk simán abszolválni az olimpiát. Mit gondoltok erről? Nyilván szerencsésebb lett volna hamarabb kijutni, de hogy szerintem az itt a probléma, hogy ezt az olimpiai selejtezőt iszonyatosan túlmisztifikáljuk. Tehát azt gondoljuk, hogy a sportág közelmúltját és jövőjét is meghatározza ez az egy mérkőzés, pedig valójában szerintem itt nincs erről szó. Tehát ha ki is jutunk, nekem kicsit így az ernyő hasonlata vagy metafora jött eszembe, hogy ez lesz egy ilyen hatalmas ernyő, ez az olimpiai kijutás, ami alá szépen be lehet söpörni mindent, amit rosszul csináltunk az elmúlt 4 évben. Tehát a koncepciótlan döntéseket, a teljesen logikátlan kommunikációt, azt, hogy össze-vissza küldünk eledzőket, nevezünk ki, nevezünk át, alakítunk ki hierarchiát, és ez majd mind sem is lesz, a közvélemény szemében is egyébként, tehát ebből a szempontból hibás a közvélemény is, mert kijutottunk az olimpiára, tehát ott van a megvett a kimondott cél, ott vagyunk, és ott majd, és ugye az olimpia ráadásul egy olyan verseny, ahol viszonylag egyszerűbb, most idézőjelben mondom, tehát egyszerűbb jó eredményt elérni. Úgyhogy én bennem emiatt kicsit ilyen ambivalens érzések vannak az olimpiai selejtező kapcsán, tehát hogy nyilván szoktak a lányoknak, mert ők semmiről nem tettek azok közül, amit így az előbb felsoroltunk, de hogy látok ebben egy negatívumot is, hogy ez egy csomó mindenre egy ilyen Joker kártya lesz, ami ütni fog mindent, amit az elmúlt 4 évben mondjuk rosszul csináltunk. Igen, ez félő egyébként. Én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy mi olimpiai selejtezőt játszhatunk, ez szerintem köszönjük meg, mert az utóbbi évek eredményi alapján nem igazán szolgáltunk rá sajnos. És nagyon remélem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sem úgy tekint rá, hogy ha kijutunk az olimpiára, amire egyébként még mindig jó esély van, szerintem, akkor tényleg minden el van felejtve, mert egészen egyszerűen ez nem lehetséges. Szóval azt látni kell, hogy most az utóbbi években 1/7. hely volt a kiugró egyébként, holott arról beszélünk tényleg, hogy rengeteg klasszis van a csapatunkban, rengeteg jó utánpótlás játékosunk van, miénk a elméletileg a világ egyik, ha nem a legerősebb bajnoksága. De ugye Laci is utalt rá, hogy ez főleg az idegen légiósok miatt van. Kicsit én is attól félek, hogy ha kijutunk az olimpiára, akkor az utóbbi évek vergődése és döntései azok elfelejtődnek, holott pedig tanulni kellene belőle, és igazából máshogy dönteni. Úgyhogy igen, ez félő szerintem is. Nagyon remélem, hogy nem így fog történni, mert az olimpiai kijutás igazából tényleg egy adóász lehet, hogy hát mi kijutottunk az olimpiára, ez volt a cél, de közben meg kézilabdát nagyon, nagyon messze vagyunk a világ elittől, vagy a top csapatoktól, ami nem kellene mindenféleképpen így lennie. Ez így van. De mondjuk ebben, akkor mondd meg te is, mert hogy mi a hiba, mert mondhatjuk azt is, hogy sokan felvetették már azt annól, hogy az edzőképzés, hogy nincsen nálunk edzőképzés, nem jó. Közben meghangoztatjuk, hogy nálunk a legjobb, vagy játékos probléma, nem adunk nekik elég lehetőséget. Ahhoz képest ez már egyre több mérkőzést játszik minden egyes játékos, de valahogy mégse tudjuk azt előrébb vinni, amit úgymond szeretnénk, vagy amit szeretnénk velük elérni. Tehát volt most egy junior, egy ifjú válogatottunk, akik tényleg szenzációs eredményeket értek el, de hol vannak? Tehát hol van a teljes csapat? Pont erre szeretném ráfűzni, hogy jelenleg a női mezőnyben, Európa szinten, szerintem nekünk magyaroknak van az a fiatal, feltörekvő generáció, ami nagy létszámú és nagyon sok tehetség és csiszolatlan gyémánt van benne. Ezeket viszont még ugye nem csiszoltuk meg, kellene melléjük egy jó szerencse, meg egy nagyon jó szakmai munka a felnőtt szinten, és emellett a klubjukban is a megfelelő munkával kellene készüljenek. Én egyébként abszolút bizakodó vagyok. Ha évekkel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt azt mondjátok, hogy melyik szakág fog jobban állni ilyen összevetésben, a férfi vagy a női, mindenképpen a nőit mondtam volna.
Egyébként ez egy érdekes kérdés. A férfi se áll jobban. Azért tegyük hozzá, hogy a férfi se áll jobban, nem? De, szerintem abszolút jobban áll, hiszen azért volt egy két egész kimagasló eredmény. Most lehet mondani, hogy ez a világbajnokság nem volt az igazi, meg sokan hiányoztak, de azért az ötödik hely az mégiscsak az egyik legjobb eredménye volt a magyar válogatottnak a mindenkori történelmét tekintve. Rengeteg olyan játékosunk van, aki fiatal, rengeteg olyan játékosunk van, aki úgymond fejben rendben van, mentálisan rendben van. Ugye többen már külföldi bajnokságban edződnek, bajnokok ligájában. Ilyen szempontból én is azt gondoltam volna, amit a Tibi mondott, hogy ha ezt nekem valaki 3 éve mondja, hogy a férfiak jobban fognak szerepelni, ugye akkor még, vagy 3-4 éve még a Vranyes volt az edző, akkor azt mondtam volna, hogy ne hülyéskedj. Most pedig egyértelműen azt látjuk, hogy hiába, hogy nem voltak kimagasló utánpótlás eredmények, olyan szempontból olyan szintűek a teljes mértékben nem, mint a lányoknál, de a férfi válogatott, ők azért most már kétszer ott voltak a top csapatok között, úgyhogy komoly, nem is meglepetéseket okoztak, de komoly mérkőzéseket játszottak. Az más kérdés egyébként, és utánpótlásra visszatérve, hogy az más kérdés, hogy ezeket a utánpótlás eredményeket mennyire kell komolyan venni, hiszen azért itt a magyar labdarúgó válogatott, és most már a labdarúgó magyar labdarúgó válogatott nem lehet sok mindent rosszat mondani szerintem, mert ők azért viszonylag hozzák azt, ami elvárható, de itt amikor nagyon-nagyon gyengék voltunk, ott is voltak olyan kimagasló utánpótlás eredmények, amelyek talán, nem tudom, Európa-bajnokság harmadik, vagy ilyesmi, meg volt talán... VB harmadik. Igen, vagy valami hasonló eredmény, és aztán mégsem látunk belőle semmit. Itt az tény, hogy rengeteg sok tehetségünk van, ez biztos egyébként, hiszen a magyar utánpótlás rendszer a TAU-nak is köszönhetően egyébként azért termeli a játékosokat. Az más kérdés, hogy kell-e komolyan venni egy junior világbajnokságot, vagy Európa bajnokságot, egy ifi, mert szerintem nincs még egy olyan ország a világon, amelyik ennyire nagy hangsúlyt fektet, akár most mondhatnám a rendezésén, nagyon örültem neki, hogy mindenféle trónok, harcás, szlogenek voltak, meg abszolút a reflektorfényben voltak, de ez mégiscsak egy utánpótlás seregszemle, amely éppen az adott állapotot mutatja. Lehet, hogy később, pár év múlva még komoly játékosok tűnnek fel itt-ott-amott, és valószínűleg én is egyébként ebbe a hibába estem, hogy kicsit abból indultam ki, hogy ha ifi világbajnok, meg Európa bajnokok vagyunk, akkor hamarosan ez el fog jönni felnőttbe is. Ez nem olyan egyszerű, ezt látjuk is. Látjuk, hogy azok a játékosok, akik 2-3 éve junior VB-t nyertek, és most már azért az eredmény, vagy a teljesítményükkel ott kéne lennie, kopogtatniuk kéne a válogatott kapuján, ők még azért ezt az áttörést nem mindenki érte el, vagy hát nagyon kevesen érték el, és az más kérdés, ugye, hogy valóban mennyit számít ez, hogy nagyon komolyan kell elvenni, vagy csak kipipálni, hogy oké, okay, rendben, aztán látjuk a nagyok űrkézilabdát, mert másszor nincs rá, a valódi űrkézilabdát, hogy szinte azt mondom, hogy esélyünk sincs ellenük, legalábbis így jön le, holott ugyanazon a játékosok ellen azért néhány évvel ezelőtt utánpótlásban eredményeket értünk el, és legyőztük őket. A kérdés, hogy ez alatt az idő alatt mi változik, illetve mit csinálnak ők jobban, mi az a koncepció, ami alapján ők ezt sokkal jobban csinálják, legyen az sportszakmai, pszichológiai, mentális háttér, ebben nem látunk bele nagyon, de ezt kéne megtalálni, ezt a középutat, hogy jó játékosaink vannak, de a felnőtt szempont, felnőtt válogatottban is jó játékosok legyenek. Mert itt azt veszem észre, hogy folyamatosan morzsolódnak le a játékosok, és ugyanazokhoz a játékosokhoz ragaszkodunk többször, akik már inkább, hogy kifelé mennek, és inkább el kéne őket felejteni, ha a jövő csapatát szeretnénk építeni. Igen, egyébként épp erre akartam rákérdezni, hogy ti ezekben az utánpótlás sikerekben nem láttok egy olyan aspektust, hogy mivel ugye két hazai verseny volt, iszonyatosan ráfeszültünk, elköltöttünk rá egy bizonyos mennyiségű pénzt, ezért gyakorlatilag muszáj volt megnyerni, és emiatt beáldoztuk azt, hogy ezek a játékosok milyen fejlődési ívet mutatnak be. Tehát, hogy hamarabbra hoztuk el nekik a csúcspontot, vagy a tetőpontot, mint amikor kellett volna. Gondolok itt például a Háfrára, mert ugye Háfra addigra már a felnőtt válogatottnak is stabil játékosa volt. A Fradiban 60 percezett, és mégis le kellett neki játszani a nyáron még egy junior világbajnokságot, mert hogy ugye Debrecenben vagyunk, meg kell nyerni,
holott valószínűleg abban az időszakban neki sokkal jobban tett volna a pihenés, mint olyan játékosok ellen játszani, akik előtt ő már bőven elhúzott fejlődésben. Teljes mértékben egyetértek egyébként, bocsi, itt a magyar utánpótlásban is egyébként, ugye talán köszönhető, hogy Németországban élek, és dolgoztam Ausztriában is, hogy itt valahogy máshogy csinálják az utánpótlást. Szóval más országok, erről a skandináv országokból is azért vannak híreink, hogy ők nem, szóval nem égetik ki a játékosokat, nincs erre most hirtelen jobb szó, hanem hagynak nekik időt, hagynak nekik hibázni időt, nem az van, hogy azonnal bedobják a mély vízbe, és aztán a közvélemény is azt várja, hogy hú, hát a junior VB nagyon jó volt, akkor hozzi nekünk az aranyat a felnőtt VB-n is, hanem ott, vagy, amiről előbb beszéltem, hogy máshogy építi fel a játékosokat, akik aztán később valahogy mentálisan mégis erősebbek lesznek, illetve kevesebbet hibáznak. Ha megnézik a magyar most például akár a Ferencváros vagy a magyar válogatott játékosnak hibáit, olyan egész egyszerűen serdülő szinten sem jönnek el ilyen hibák többségében, és mégis elkövetik ezeket a hibákat, amik én szerintem a mentális dolgokra vezethetők vissza, aminek szintén nem tudjuk, mi a hátránya. Most lehet beszélni arról is, hogy túl korán, előtt több menedzser is beszélt, túl korán kapnak rengeteg pénzt a magyar játékosok, és azért elkényelmesednek. Nem tudom, mi lehetne jó megoldás, mert nyilván ez egy külön műsor lehetne erről, hogy mégis hol hibázunk, hogy mégsem vagyunk ott a top csapatok között, hol a top játékosaink vannak. Nehéz kérdés ez, de abban egyetértek, hogy az utánpótlás versenyeket talán racionálisabban lehetne felhasználni a jövő szempontjából. Nagyon hasonlót akartam mondani, Zoli, én is. Meglátásom szerint, ugye az utánpótlás nem akkor jó, ha érmeket hoz, hanem akkor, hogyha a felnőtt szakágoknak, válogatottaknak megfelelő játékosokat termel ki. És lehet itt nekünk 55 aranyunk utánpótlás korosztályokba, hogyha az abból kijövő játékosok viszont nem felelnek meg a válogatott szintjének. Igen, klubszinten azt szokták mondani egyébként, hogy egy korosztályból egy-két játékos tud csatlakozni a felnőtt csapathoz, az már nagyon jó eredmény. És most azt látjuk, hogy a junior csapatból nagyjából majdnem, hogy egy tucatot felvittünk hirtelen, ez jó természetesen. Szóval meg kell találni ezt a középutat, amikor persze hiányzik a korosztályok, ezt tudjuk, vannak olyan korosztályok a válogatottban is, akinek a normális ebben a gerincét kéne adnia, de hiányoznak, nyilván ki kell pótolni ezeket a lyukokat, de valahogy meg kell találni azt a koncepciót, illetve azt a stratégiát, hogy hogyan építjük fel ezeket a játékosokat, hogy tényleg ne az legyen, hogy a junior világbajnoki cím a legmagasabb, amit elértek, és akkor is teljesítettek a legjobban. Mert ez senkinek nem célja, nyilvánvalóan örülünk neki, nyilvánvalóan a szövetségkapitányok utánpótlás szövetségben örülnek neki, de nem ez lenne a fő cél. Biztos, hogy benne a játékosok is inkább feláldoznák egy utánpótlás eredményt azért, hogy későbbiek folyamán ők a felnőtt válogatottat vezethessék sikerre, vagy ott legyenek sikeresebbek. Én legalábbis így látom. De ez mindig egy racionális kérdés, különben az, hogy az utánpótlással mennyire haladunk, mert ugye most visszatérünk a 4-5 évvel ezelőtti részre, akkor meghoztak egy racionális döntést, hogy irányelveket adnak az utánpótlás neveléssel kapcsolatban, valamint az utánpótlás bajnokságok úgymond rendezésével kapcsolatban megváltoztatjuk az eddig bevált szokásokat. Nyilván, mikor megnyertük az IFI VB-t, IFI Junior VB-t, vagy EB-t, most tök mindegy, hogy honnan nézzük, ugye erre lett fogva, hogy hát a változtatás jó irányba halad, csak ugye nem az után, persze az utánpótlás is lényeg, mert nyilván, de elsősorban mi felnőtt játékosokat szeretnénk, akik minél sikeresebbek. Az utánpótlás meg ugye ennek a táplálását, ez táplálja. De jelen pillanatban ott tartunk, hogy tényleg kiégnek a játékosok, mire eljutnak arra, hogy felnőttek lesznek. Igen, egyébként én is valami ilyesmit akartam megfogalmazni, hogy ugye itt vannak az utánpótlás versenyek, de igazából ezt jó dolognak tartom, az a Magyar Kézilabda Szövetség próbálkozik ezzel, mindig próbál újat kitalálni, hogy hogyan lehetne fejleszteni, csak az a gond, mint a kapitány választásnál is, hogy kiválasztani a kapitányt, erről is már beszéltünk,
ő lesz az atya úristen, mondjuk így fogalmazunk így, ő mindenféleképpen szakmai guru lesz, és minden irányelvet ő szab meg, és aztán, ha nem jönnek az eredmények, akkor azonnal leváltják, és ezt így látom az utánpótlásnál is, hogy, illetve a többi döntésnél is, hogy nem hagynak neki elég kifutási időt, nem látják, valami nem működik, akkor azonnal le akarják váltani, nem azt, hogy javítanák, és ez mondom, ez a szövetségkapitányok esetében a legszembetűnőbb, hogy ott aztán tényleg mindenféle olyan döntés volt, ami elég szigorúan megkérdőjelezhető. Nem tartanak ki egy bizonyos álláspont mellett, holott pedig ezen a cél, hogy ha máshol nem, legalább a válogatottnál legyen egy stabilitás, és mindenki tudja, hogy mihez kell alkalmazkodnia, illetve mi az irányelv. Ez most abszolút hiányzik, hiszen most próbáljuk megoldani Gábor, hierarchia, ugye Kim Rasmus, mert mégsem, aztán most gondolkodunk a jövő válogatottján, hogy akkor most mégis ki legyen a megfelelő, főállású, ne főállású, vova, ne vova, szóval ez most egy abszolút nagy kérdőjel, hogy lesz a jövő, és most kéne jól dönteni, hiszen azért azok az utánpótlás játékosok, akikről beszéltünk, azért nagyon játékosok, még ha túlértékeltek is szerintem az utánpótlás sikerek, őreik lehetne építeni, és lehetne elkezdeni egy fiatal csapot felépíteni, de nem egy-két éves ciklusban nyilvánvalóan, hanem lehetne, hogy mint például a télkorai válogatott, hogy 4 éves ciklusokban, vagy akár hosszabban is, mint mondjuk a francia vagy norvég válogatott csinálja, hogy ott is becsúszik egy-egy viszonylag rosszabb eredmény, tehát hozzájuk képes rosszabb eredmény, és akkor sincs kapitányváltás, nem kongatják a vészhalangokat, hanem dolgoznak tovább, és meg lesz az eredménye. Jó, de nálunk ez évek óta nem működik így. Tehát hiába mondjuk azt, hogy megvárjuk az eredményeket, hiába mondjuk azt, hogy elkezdünk fiatalítani, hiába mondjuk azt, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, mindig egyfelől nyomás helyeződik a közvélemény részéről is, hogy most már megint nem sikerült, már megint biztos, hogy megint az lesz a szöveg, hogy hát sérülések, hát a felkészülés, hát kevesebb, és ugye minden évben azt hallja, meg látja az ember, hogy egyre több és több úgymond felkészülési időt biztosít a szövetség a válogatottnak, minden technikai háttért megpróbál hozzáadni, és mégsem, de akkor ugyanakkor nem állunk neki annak, ami tényleg tehát tőlünk nyugatabbra, vagy még keletre, mint ahogy említetted Kórát, tehát egy 4 éves ciklusba gondolkodni, vagy egy olyan időszakba, ami tényleg meghatározom, mire akarunk felkészülni. Tehát felkészülünk egy olimpiára, most van az. Például most is, ha esetleg sikerrel veszük ugye az olimpiai selejtezőt, mi lesz? Ki lesz utána a szövetségi kapitány? Mert még erre se kaptunk választ. Nagyjából szerintem az lesz, hogy az elegabbiek tovább viszik. De ha nem, akkor miért viszik? Miért jön új jegyző? És akkor majd az olimpia után, ha jön egy olimpiai szereplés, akkor utána meglátjuk megint, hogy mi lesz. Hát nagyon remélem, hogy nem így lesz egyébként, és nem az Elek Gábor, vagy Dani Gábor miatt, nem egész egyszerűen, mert a szövetségi kapitánynak nem ártana tényleg, ha lenne egy kinevezett fő kolomposa, hogy majd egy fő szaktekintély, aki meghatározza az egésznek az irányelvét, és azért tudni kell, bár nem, szerintem az Elek Gábor marad a Ferencváros edzője, úgyhogy szerintem a Ferencvárosra fókuszál, ugye Dani Gábor sem opció, mert ő meg a Siófoknál van. Tehát azért itt két olyan csapatról beszélünk megint, vagy akár a Győr, Ambrosz Martin esetén, akik egyszerűen olyan sűrű a programjuk, hogy nem tudnak a válogatottal 100%-osan készülni, vagy 100%-osan koncentrálni. Ezért kell szerintem egy olyan szakvezető, vagy olyan, aki egyedül csak ezzel foglalkozik, kell egy olyan szakmai stáb, aki őt segíti, és bizalom kell hozzá, és aztán dolgozni. Tulajdonképpen, hogyha jól értem, akkor azt mondjátok, hogy ez az utánpótlás sikerek is, ha az előbb az ernyő metaforával értem talán, akkor most meg a lufit mondhatjuk, hogy nagyobbra fújják a lufit, és ez jól átvezet minket egyébként a következő témánkra is,